Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Lehet, hogy a feltett kalendáriummal nincsenek túl elégedett viszonyban egyesek, és igazuk van, ez a kalendárium, ez csak egy összefoglaló akart lenni, mert a helyzet annyira különös és annyira problematikus, hogy úgy gondoltam, hogy megint ebben a hónapban erőteljesen figyelemmel kísérve a történéseket elmondom, hogy én hogy látom ezt a helyzetet. És úgy gondolom, hogy mindenféleképpen ideje tisztába tenni dolgokat. Na most természetesen én ezt az úgynevezett tisztába tenni a dolgokat, erre én a saját véleményemet, azt, hogy én hogy látom ezeket a dolgokat, ezt szeretném elmondani. Aztán, hogy önök ezzel egyet értenek, vagy nem értenek egyet, az már az önök dolga. Reagálnék először is arra, hogy mostanában ugye elég gyakran halljuk, hogy ez a szankciós politika, ez nem jött be, és mondjanak le a szankciókról, stb. Aki egy kicsit is figyel, és most nem a úgynevezett álhírekről beszélünk, hanem a különböző megnyilatkozásokról, amely, teszem azt mondjuk, amerikai vagy az Európai Unió politikusairól és az ő megnyilatkozásaikról szól, az pontosan tudja, először is mondanám, hogy nincs egy hete, hogy egy úgynevezett prominens amerikai politikus nyilatkozott, hogy Amerikának esze ágában nincs leállítani ezt a háborút. Tehát Amerikának komoly érdeke fűződik ehhez a háborúhoz. Az Európai Unió szankciós politikája hibás. Oké. A probléma a következő. Elmondom, hogy én hogy látom. Nem véletlenül hivatkoztam nemrégen az Ursula aktára. Minden valószínűség szerint von der Leyen asszony mögött elég komoly vaj gyűlt össze, tudják, a vaj a füle mögött. Tehát von der Leyen asszony esze ágában nincs, hogy leállítsa a szankciókat, mert von der Leyen asszonynak az az érdeke, hogy ő továbbra is kitartson a szankciók mellett. Miért is? Azért, mert nagyjából azt lehet mondani, hogy jelenleg az Európai Unió vezető politikusai mind meg vannak véve, ahogy ezt ma szokták mondani, kilóra. Mind. Szakmailag van egy olyan kifejezés arra, aki zsarolható. Tehát aki valami olyan, tehát vaj van a füle mögött, valami olyasmit csinált, ami ha napvilágra kerül, akkor abból oltári nagy botrány lesz. Ezek az emberek mind fogott emberek. Ez egy szakkifejezés. Az elhárítás vagy a titkos szolgálatok vonatkozásában használt kifejezés. Tehát aki zsarolható és alkut kötnek vele, azt nevezik fogott embernek. Szerintem a fél Európai Uniós társaság az fogott ember. És van az a pénz, amiért valószínűleg az anyukájukat is eladnák. Tehát jelen pillanatban ezt kell, ha tetszik, ha nem, elfogadnunk. És a magyarban van egy közmondás, hogy addig jár a korsó a kútra, míg egyszer csak összetörik. És ebben lehet bízni, hogy előbb vagy utóbb ebből lesz valami.
Na most nézzük meg, hogy mi a helyzet asztrológiailag. Asztrológiailag egészen különleges ez a helyzet, hogy a Mars és a Neptun egy ilyen zűrzavaros szituációnak a szimbóluma, és ez el fog tartani közel karácsonyig ez az állás, vagy még talán azon is túl, mert nem csak az számít, hogy kvadrátban vannak, hanem valójában, amikor a Mars, vagy bármelyik bolygó, tehát ez egy szabály, amikor egy bolygó egy másik bolygó fényszögét eléri, majd ott megáll, majd elindul visszafele, majd a Föld és a bolygó pályája következtében ez a bolygó megint előre indul, és újból eléri annak a másik bolygónak a fényszögét, az egész játék addig tart. Tehát egészen addig, míg először áthaladt, és míg a úgymond hátrálást követően újból áthalad ezen a fényszögön, és ez hónapokig eltart. Tehát egy rendkívül kaotikus, válságos időszak előtt állunk, és akkor még tegyük hozzá, hogy a jövő évben a Plútó átlép a vízöntőbe, és mivel a Plútó keringési ideje 250 év, ennek következtében, ha letetszenek vonni 250-et, akkor megkapjuk a francia forradalmat megelőző éveket. Tehát valójában a Plútó, amikor először átment a vízöntőbe, már először, hát a utóbbi 250 évben, akkor kitört a francia forradalom, valamint megalakult az Amerikai Egyesült Államok. Tessék csak belegondolni. Tehát a Plútó most ott járkál, ahol akkor járkált, amikor megalakult az Amerikai Egyesült Államok, tehát a függetlenségi nyilatkozat idejében. Úgyhogy mi a történetnek a lényege jelen pillanatban? Hát az, hogy Amerika olyan válságban van, hogy előre kellett rohannia. Tehát magyarul, ahogy szokták mondani, nem volt más választása, mint 19-re lapot húzni, és bejött a kettes. És most száguld az amerikai gazdaság, hatalmas nyeresége van az olajiparnak, stb. 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 De a dollár hegemóniája az úgy tűnik, hogy rövidesen megtörik. Tehát akár mit csinálnak, a fejük tetejére állnak, most ezért kell nekik, ugye, tehát hogy mondjam, ezt a két erőt, az orosz erőt és a kínai erőt egyszerre ugye nem tudják kezelni, tehát előbb meg kell törni az egyiket, hogy utána minden energiát a másikra lehessen fókuszálni. Ebben a folyamatban vagyunk. Válság ez? Hát hogy ne lenne válság? Óriási válság. Óriási válság, csak szeretném elmondani, hogy ez a válság nem most kezdődött, nem a háborúval kezdődött. Itt régóta próbálkoznak, tehát az első jelentős válság az után következik be, hogy a Szovjetunió széthullik. És azt követően, ugye, amikor a Lehman Brokerház bedől, 2008-ban, az a következő nagy válság, és ha visszamegyünk a 2001-be, ugye, amikor ki kellett provokálni azt, hogy ők Afganisztánt megtámadják, meg előtte Irakot megtámadják, ez már mind a válság része. Tehát a válság az jelenleg folyamatos. És valójában Amerika, az Amerikai Egyesült Államok agonizációját látjuk, ami el fog tartani évtizedekig, hiszen egy óriási nagyhatalomról beszélünk. Igen, de ha most a Jupiter-Szaturnuszban gondolkozunk, amely 800 évenként
úgymond elemi töltést vált, és 800 évenként kerül vissza ugyanabba az elemi töltésbe, tehát ha visszamegyünk 1600 évvel ezelőtti időbe, hát akkor megkapjuk a római birodalom, a nyugat-római birodalom bukásának az időpontját. Tehát előtte a Jupiter-Szaturnusz szintén ugyanígy átment a földből a levegőbe. Ugye az egy elég nagy ellentét, tehát a föld és a levegő elég komoly ellentét pár. Tehát megint egy nagy birodalom bukásának lehetünk a tanúi, amely sajnos évtizedekig el fog tartani. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy vége a II. Világháborút követő úgynevezett kettős hatalomnak. Tehát volt ugye a Szovjetunió és volt az Amerikai Egyesült Államok. Most jelen pillanatban elég erőteljesen látszik, hogy Kína mellett, ne tévedjünk, India is egy nagyon komoly feltörekvő nemzet, és a lakosság száma az most már körülbelül annyi, mint Kínában, de miután itt már óriási számokról beszélünk, tehát nagyon gyorsan nő az indiai lakosság. És jelen pillanatban ők egy úgynevezett csoportba, a BRICS országok csoportjába tömörültek, és jelen pillanatban nyugodtan mondhatjuk, hogy Brazíliával, Dél-Afrikával, valószínűleg Iránt is beveszik nem sokára a jelenlegi föld lakosságának, tehát ugye Kínával és Indiával a jelenlegi föld lakosságának több mint a fele kerül egy csoportba. Persze itt megint megjelenik a kettőség, mert akkor mondhatjuk azt, hogy kelet és nyugat. Ez megint kettősség. A legnagyobb baj, hogy küzdelem van a haszonért, küzdelem van az energiáért, és az emberek nagy részét abszolút nem érdekli a szeretet. Ugyanakkor hadd hívjam fel a kedves nézők figyelmét, egy picit hadd biztassam a kedves nézőket, hogy a válság az mindig egy letisztuláshoz vezet. Persze, nagy áldozattal jár, de mindig egy letisztuláshoz vezet. Nem tudom, hogy... Én most merném azt mondani, hogy lehet, hogy mi ebből most ki fogunk maradni, legalábbis abban az értelemben. Tehát lehet, hogy nehéz lesz a fűtés kérdés, lehet, hogy gazdaságilag nehéz helyzetben leszünk, de lehet, hogy a háborús részéből kimaradunk. Eddig ugyanis ez nem nagyon sikerült. Valójában a legjobb megoldás jelen pillanatban a megfigyelés. Az aggodalom az nem jó, a félelem az nem jó. Megfigyelni, hogy mi történik. És a lehető legjobb döntéseket meghozni abban a helyzetben, amelyre van egyfajta rálátásunk, és amely úgymond a mi felelősségünkre van bízva. Hát ez pedig elsősorban a családi közeg, ahol ügyesen kell gazdálkodni, és most a nyugalomnak, a megfigyelésnek, a szemlélődésnek van itt az ideje. A válsággal olyan értelemben nem szabad együtt mozogni, hogy mi is válságba kerülünk, és válságba visszük a lelki állapotunkat. Teljes nyugalommal, és teljes hittel, és optimizmussal kell szemlélni ezt a történetet. És utalnék egy körülbelül 2 héttel ezelőtt feltett videóra, amikor elmondtam,
hogy amikor itt volt 44, és hullottak a bombák Budapestre, spirituális összejöveteleket tartottak a mallászgittáék, abszolút nyugodtan dolgozott Szepes Mária regényén, független attól, hogy zsidó származású volt Balatonon, és teljes nyugalommal dolgoztak együtt dr. Dubravszky László, az Anschluss elől ide menekült Paul Regensztreifel, aki antropozófiára és asztrológiára tanította őket, és ott vannak a Laci bácsi bejegyzései, hogy tényleg 1944. decemberében hát potyognak a bombák Budapestre. Ezeket ez nem érdekelte. Összejöttek, és haladtak a saját szellemi útjukon. Tehát az ilyen példákat érdemes követni. Tudnilik, az egyetlen pozitív megoldás, hogy hiszünk és bízunk a saját sorsunkban. Ha meg az a sorsunk, hogy mennünk kell, akkor meg hiába hányunk cigánykereket, hiába állunk a fejünkre, akkor mennünk kell. Tehát akkor legyünk ebben a helyzetben, legyünk bennünk tartás, legyünk emberek, húzzuk ki a gerincünket, és éljünk nyugodtan, mert legyünk az utolsó pillanatig, ha kell, ha itt utolsó pillanatokról van szó, akkor az utolsó pillanatig legyünk emberek, és legyen bennünk tartás. Ez a tartás nem az ego tartásáról beszélek, hanem az a végtelen ősbizalom, amit Istennel egységben élünk meg. Minden esetre most ez a kis bevezető videóm, tehát szankciók itt nem lesznek megszüntetve, mert ha, tehát ugye most nézzük meg a másik oldalát. Ha ezek az emberek úgy van, ahogy mondom, hogy fogott emberek, akkor ők nem tehetik meg, hogy megszüntetik a szankciót, mert ha ez megtörténik, akkor azok az emberek, akik zsarolási potenciállal rendelkeznek velük szemben, azok lépni fognak. A menekülés is egy hasonló helyzet. Tehát ezek az emberek az utolsó pillanatig ki fognak tartani, egészen addig, amíg esetleg a népharag el nem tünteti őket az útból. Vagy az utolsó pillanatban a zsüllyedő hajóról elmenekülnek. Tehát én itt nem látok pozitív változási lehetőséget. A pozitív változási lehetőség bennünk van, a nyugalmunkban, a békességre törekvésünkről van itt szó, a harmóniáról van itt szó, amit megélhetünk, amit minden nap megélhetünk. Mondhatjuk azt, hogyha itt most jelen pillanatban hullanának a bombák, akkor is ezt mondanám. Akit telibe talál, az legalább az utolsó pillanatig békességgel rendelkezett a lelkében. Tehát itt most ez az egyetlen célra vezető út, mert nem vagyunk abban a pozícióban, hogy mi irányítsuk a világot. De abban az értelemben, igen, hogy minél többen vagyunk, akik a békére áhítoznak, annál nagyobb lelki erőt képviselünk, és annál nagyobb ennek az összefogott erőnek a hatása a sátáni erők ellen. De mi nem ellene vagyunk valakinek, ez nagyon fontos. Ők
amikor valaki visszaél a hatalmával, az már rálépett a süllyedő hajóra. Előbb vagy utóbb el fog törni a korsó. Viszont nekünk, akik ezzel tisztában vagyunk, nekünk tudnunk kell embernek maradni, becsületesnek maradni, erkölcsösnek maradni, és a legfontosabb, hogy a fókuszban legyen benne a mindenség. Hogy mondja költőnk, a mindenséggel mérd magad. Hát nekünk ilyen költőink vannak, könyörgön. Hát miért nem veszük komolyan? A mindenséggel mérd magad. Ennyi. Kellemes hétvégét kívánok, Isten áldásával, viszontlátásra.